Az ötkarikás játékokhoz kapcsolódóan rendhagyó tanítási napot tartottak a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A délelőttnek az volt a célja, hogy rávilágítson, egészségügyi állapottól függetlenül bárki sportolhat. Olyan feladatok vannak, és olyan állomások, ahol meg lehet tapasztalni, hogy milyen az, hogyha valaki fogyatékkal élőként próbál sportolni. Az állomásokon pedig a diákok kipróbálták a vakpingpongot, festhettek és kisfilmeket is néztek, amiből információkat kaptak olimpikonjainkról, amihez egy totó is társult. Az idei olimpia üzenete az élhető világ fenntartása volt, ehhez kapcsolódóan a gyerekek virágot is ültettek. A rendezvényhez kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdettek, amelynek témája az olimpiai ötkarika volt. A kiírásban szerepelt, hogy sem festeni, sem színezni nem lehetett, viszont bármilyen más technikát használhattak a diákok. A felhívásra több hatvani általános iskolából, valamint Herédről és Csányról is érkeztek pályaművek, amelyeket az iskola folyosóján kiállítottak, a legjobbnak értékelt alkotásokat pedig jutalmazták.